Sziasztok! Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a karanténvlog Dezse Balázs Szalai Szilárdítő mellettem. Elsőként pedig beszélgessünk egy picikét a trump kamala Harris vitáról, az elnök jelölt, amerikai elnökjelöltek vitájáról. <kül> Mert hogy volt egy ilyen fogadásom saját magammal, ami. És nyertető. És úgy, nem tudod és, megnézni. És ez volt az első, de egy 0-1-es ott volt, úgyhogy ez bejött. A másik meg az volt, hogy bármi is történik, a baloldali sajtó azt fogja mondani, hogy. Kamala Harris simán megnyerte a vitát. De nem csak a vitát, hanem már. Már már, már, már szinte elnök, igen. És az volt még a legkülönösebben, ebben, hogy azt nem nagyon tudták még több baloldali sajtóorgánum sem tagadni, hogy valami elképesztő elfogultak voltak az úgynevezett moderátorok, aki azt hiszem az egyik valami barátnője Kamala Harrisnek. A független sajtó. Nyilván a független sajtó itt megvillant, és Ja, amit így elsőre lehetett olvasni, az nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy folyamatosan tény ellenőrizték Donald Trumpot, ellenben Kamala Harris egyértelmű valótlánságait és hazugságait szóra sem méltatták, sőt, neki is adtak mindig lehetőséget, hogy belerúgjon egyet kettő Trumpba. Nem tudom, hogy nyilván élőben nagyon kevesen nézhették meg itt, aki rendkívül fanatikus, az fönnmaradt hajnalban is. És ezt nézte, és kívülről fújja, hogy mi történt, de hogyan tudnánk most összefoglalni, szerintetek? És valóban kikapott, vagy nem, vagy de? Az a helyzet, hogy ö, én vagyok annyira fanatikus, hogy fent maradtam ö, azért, hogy megnézzem, de aztán végül xbox lett belőle, és elfelejtettem megnézni. És, és, ö, már csak, és, már, és már csak akkor eszméltem, hogy mondom hú, hát ezt nem néztem meg. Kedves nézőink, uh, I.K. a es külpolitikai <laughs> De De aztán szorgalmas voltam, mert fölkeltem reggel, és az első dolgom volt, hogy bepótoltam ezt a gusztustalan uh, hiányosságot, kaptam magam, magamtól egy körmöst, és uh, megnéztem. Amúgy szerintem ennek semmi értelme nem volt ennek a vitának, és amúgy általában ugye a Trump ezekből elég jól szokott kijönni, mégpedig amúgy azért szokott ezekből a vitákból ugye, hogy egyébként adnak ide a Biden vitából is tök jól jött ki, még a 2016-os <laughs> ilyen jellegű vitákból is mindig tök jól jött ki, és ezt azért t -t tud, mindig akkor is, hogyha egyébként mondjuk túlerő van vele szemben, akkor is azért tud kijönni, mert a Trumpnak, és ezt most tényleg a szó jó értelmében vegyétek, hogy van egy ilyen nagyon intelligens bunkó stílusa. Tehát, hogy, és ezt most ezt a bunkót, ezt itt úgy értem, hogy, hogy úgy elmondja egyébként, hogy azt tényleg mindenki megértse, és annak egy ilyen asztalra csapós ereje is van, és jól láthatóan egy csomószor ezzel az ellenfelei, a vita partnerei nem tudnak mit kezdeni, mert egy vitában ilyeneket nem mondunk, amiket ő általában mond. És akkor ezért, ezért sok, sok ilyet ő megnyert szinte az összeset. És szerintem ezt most amúgy nem, mondom, nem nyerte meg a Kamala Harris se, de szerintem ezt a Trump se nyerte meg. Én tök úgy éreztem, hogy, hogy ennek a vitának nem volt egyik oldalról se semmiféle ereje, tehát ez egy ilyen, olyan, ilyen kicsit egy ilyen langyos víz volt az egész, amiben jól láthatóan a Trump szerintem... Mint az azért... LB vita a közmédián? Amúgy, amúgy egyébként egy ilyen, igen. Tehát, hogy ilyen volt egy vita, azért rendezték meg, mert Amerikában hagyomány az elnök jelölti vita, ezért meg kell rendezni. Eleve elvette ennek a vitának az élét, hogy már volt egy elnökjelölti vita ugye a Trump és a Biden között, és szerintem ennek fényében ezt a, ezt a tulajdonképpen pót vagy második elnökjelölti vitát már úgy nem lehet annyira komolyan venni, meg komolyan gondolni, mint, mint az eredetit, ami ugye már megtörtént. És, és ezt tök jól látszott benne, hogy Trump elment, mert a betyárbecsület megkövetelte, hogy elmenjen, meg gondolom nem akarta, hogy a, a balos sajtó ráhúzza, hogy gyáva és megfutamodik. De a korlátok közé szorították. És, és tudta, hogy hova megy, <laughs> tehát tudta, hogy korlátok közé fogják szorítani, és egy kicsit úgy éreztem rajta, hogy nem az, hogy elbénázta, vagy ilyesmi, nem, nem erre akarok uh, kiukadni, hanem inkább, inkább tudod, csak ilyen beletörődött abba, hogy neki most itt kell ülni, vitázni kell, de szerintem úgy volt vele, hogy legyen már vége. És ne ez nem ez fog a, dönteni is. És ami am, nem ez fog dönteni egyébként. Ami én leíratot olvastam a vitáról, tehát a, magát a videós formátumot nem néztem, de de a leíratot azt Kip olvastam. volt a Trump? És van. abból sem valami pezsgőpengé váltásnak a, a képe jött le viszont én éppen ezért nem is annyira konkrétan a vitán elhangzottakra, hanem inkább a körülményeire nél tennék egy megállapítás, hogy ugye biden kapcsolatban még annak idején azt beszéltük itt, hát nem ugyanebben a stúdióban, de ugye ennek a micsolnak a felvételén, hogy azért nagyon nehéz vele a, a, a baloldalnak még a baloldali körzetekben is nyerni, mert azokat a demagóg paneleket, amiket betanítanak és amik jól rezonálnak a demokrata párt választóira, azokat képtelenek már betanítani úgy Bidennek, hogy ő ezt megbízhatóan elő tudja adni. Bidennek az volt az egyetlen, egyébként valójában érdeme a demokrata pártnak a, a hatalom technikai megfontolásaihoz képest, hogy néha belőle valami kis őszintesség kiszaladt, de nem azért, mert ő, ő egy ilyen jó lelkű politikus, hanem mert egyszerűen már nem tudja úgy azokat a betanított paneleket jaj, előadni, jaj, amiket, jaj. amiket amiket neki vinnie kellene. És ugye őt ezért is vették le, őt nem azért vették le, mert mert hogy mondjuk akár a, a a köz, illetve hát is rosszul állt. Azért, de, de, nem tudtak de, tudtak de tudtak hogy nem amiatt, mert, mert, hogy ő nem, 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 egy rendes lipsi, hanem azért vették le, mert egyszerűen nem tudta már a, a, a megfelelően profi módon hozni ezeket a vitákat. És Kamala Harrisről viszont el kell mondani, hogy a demagógiában és a, a mesterkértségben nagyon profi. Éppen a múlt héten vagy hét elején, valahogy így, így, hétvége környékén volt egy egy ilyen kampánykörútja, és egy nap alatt két helyen beszélt, Pennsylvániában és Detroitban. Ugyanazt. azt hiszem, ugyanazt, de két teljesen másik hanghordozással. Láttam, láttam és hogy ezt úgy, úgy, meg volt csinálva, csak azért tudom, hogy valaki úgy összerakta, hogy egymás, rakta, igen, egymás alá, alá rakta, a két vitát, és Tök jó. Teljesen ugyanaz, csak, csak, a helyi sajátosságoknak megfelelő akcentussal és hanglejtéssel adta elő, tehát ugye Detroit az egy iparváros, ott, a, ott egy kicsit ez a, ez a külvárosiasabb beszédmódban Tudjuk, adta hogy ő elő. direkt szlengelgetni, Igen, hogy úgy csináljuk, mint a fekete lenne. meg ugye ez a, legalábbis a vidéki Pennsylvania, ez az, az a klasszikus VASP vidék, ahol a, a fehér angol, angol, száz protestánsok, meg ugye az alapvetően felső középosztály felé tendáló kicsit, egy -e, ilyen rasszist a dolog lenne. De teljesen ezeként, hogy most a, most Igen, csak a fehérek lehetnek gazdagok, és, és, a feketék meg legyenek rabszolgák. Ezt a nem, ezzel Detroit is egy, na egy, nagyon nagy részt város, csak más társadalmi. nagyon ami... régóta nem. Hát jó a külső gyárnegyedek hát nem, de mondjuk azért a központi tehát. Gazdas gazdasági rész. 90-10 az arány, az, az, az mondjuk a feketék a, város. a Hát azért az talán túlzás, de, de na mindegy, tehát a lényeg az, hogy itt most nem is a bőrszínre. Te a statisztikákat? Engem kérdőjelez meg. ez még rossz a sorvezetőt. De teljesen mindegy, most nem is itt a bőrszínre utalok. Egyébként Pennsylvániai hát utal, uh, gazdag de. feketék is vannak nyilvánvalóan. Teljesen mindegy. És az így aga... van rendjén, ugye? Így van. A gazdagok és szegények közti különbségekre próbáltam inkább appellálni, eh, ahogyan Kamala Harris is így tett, és nagyon láthatóan Soha neki is, megy ez, hogy ezeket a betanult színházi paneleket profin adja. Egész elő, életében ezt csinálta. Míg, míg a, a, a Bidennek ez nem ment. Hát az egész életében ezt csinálta, azt pedig hát tudjuk, hogy ő hogy jutott el a... De... a <coughs> igen, tudjuk, hogy. A... Hát azért nem, nem egy befolyásos demokrata párti politikus mellett látták kísérőként már akkor, amikor ő még egy titkárnő volt. Mondjuk ki, eszkort volt a csaj. Szín, egy politikai eszkort volt világéletében. Igen, egyébként, jó, hogyha ezt kimondjuk, mert szerintem ebben nincsen semmi. És ha belegondolunk, valójában most is ő van úgy Biden helyett. Tehát ő a demokrata eszkortja most. De a... Hát, ha, ha, ha nézzük, egy, nem? Egyébként én azt, azt nem értem, hogy ebben az egész vitában nekem az volt ilyen, ilyen furcsa, mert nyilván azt tudtuk, hogy most a műsorvezetők alá fogják tenni a, a De ez platformot. elég gáz, hogy ezt így simán elfogadjuk. És már mindenki azt mondja a virág, hogy, hogy, nincsen olyan, hogy pártatlan vita, vagy az, hogy ilyen szinten nincs, tud nincs, lejteni. De a... tudtuk, hogy, tudtuk, hogy nem lesz pártatlan a Trump ugyanúgy tudta, biztos vagyok benne, hogy ő így ment oda, hogy, hogy ez lesz. És ezért mondtam egyébként, hogy ő nem is nagyon akart most az asztalra csapni egyébként. ami, ami egyébként nem tudom eldönteni, hogy hogy jó, hogy ilyen menő dolog volt, vagy inkább egy kicsit ilyen butaság, vagy nem is tudom, rutintalanság a részéről, hogy egyáltalán nem hozott fel semmi olyat, ami vele történik mostanában. Tehát azért az elmúlt években, és tudom, hogy hogy a republikánus oldalon, meg a jobb oldalon, hogyha nevezhetjük így, akkor ez, ez az áldozat, áldozati pózba a vágás, ez nem ilyen divatos dolog, hál' Istennek maradjon is így. Nem szereti senkit sajnáltatni magát, de egy kicsit egyébként szerintem a saját javára billentette volna a vitát akkor, hogyha felhozza azokat a dolgokat, amik vele történtek az elmúlt időszakban, akár ugye mondjuk a bíróság eljárások azok szóba kerültek, de hogy mégsem akarta magát kimenteni, vagy nekem legalábbis ez jött le, hogy úgy nem akarta, és, és igazából csak arra akarok kiukadni, hogy én azt nem tudom eldönteni most, hogy lát, fok, szoktam figyelni ezeket a mindenféle kutatásokat, hogy ki hogy áll, ezekben annyira nem hiszek, de mégis talán van valami Kivéle, kapaszkodó. Kivéve, a medián csinálja. Igen. De azért mégiscsak lehet valamibe kapaszkodni, jól áll a Trump egyébként állítólag. Tehát most mindenki azt mondja, hogy tök jól áll. És nem tudom, hogy De azért... mit jelent, a jól áll, mert ugye ilyen fejfej -fej melletti hmm. állás fejfej mellett itt mond a CNN, akkor a Trump jól áll. És, és valószínűleg és azért e... is, mert nagyon sokan nem árulják el, hogy rá szavaznak. Ja. Hát meg ráadás, igen. Igen, majd nem, a mert... zombi szavazók meg. Úgyhogy majd ezt, majd meglátjuk, minden esetre, <laughs> minden esetre jól áll a Trump ahhoz képest, amit szerintem, amit jósoltak neki, tehát erre az időszakra. És én, amit tényleg próbálját, segítsetek megfejteni, hogy ez egy ilyen olyan volt most, hogy azért nem akart az asztalra csapni, mert azt akarta érzékeltetni, hogy neki nincs mit bizonyítani, mert már bizonyított, és egyéb olyan volt egy kicsit, mint egy ilyen, egy ilyen stratégiai nyugalommal ö, állt volna hozzá ez az egész. Azt kellene tudnunk, hogy ez tudatos volt, vagy nem. Ugye felhívom, mert, már, mert, jön. Mert rutintalannak nem nevezném, csak egy, nem, egy, nem, egy nem. nagyon picizárójel, mert ez nagyon érdekes, erről beszélünk, csak amit Szilárd mondott, arra akartam még reagálni, hogy, hogy, hogy hogyan alakították Kamala a helyisnek a hangvételét, és hogy ugyanazt mondta el mindenhol. De alapvetően azt lehet ebből látni, hogy Teljesen hülyének nézik nyíltan a saját szavazóikat. Sőt, nem csak a saját szavazóikat, hanem nyilvánvalóan mindenkit. mindenkit. És ez a fajta tudatos agymosás és lebutítás, ami a társadalmat nem csak Amerikában, hanem Nyugat-Európában vagy az egész világon tetten érhető, ez a lebutítás, ez nagyon-nagyon működik, mert egy csomó ember, akit megszólaltattak, voltak ilyen érdekes apró kis interjúk, semmit nem fog fel abból, hogy ki mit képvisel, hanem azt látják, hogy van egy nagy gonosz, aki ellen fel kell állni, és, az a kötelességünk, hogy szavazzunk, semmit nem tudnak a Harrisről. Simán benyalják ezeket a, ezeket a frázisokat. Aki gondolkodó ember, és nem kell, hogy ide vagy oda tartozon, annak egy pár gondolat, egy pár beszélgetés, egy pár interjú után le kellene, hogy essen, hogy ez a Kamala Harris rettenetesen buta, pontosan és pont ez az, ami van túl mondani, jelzik, hogy... és nem, nem látom, hogy, hogy a tömegek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jól áll, és lehet ebbe kozmetikázni, lehet nem, de, de az már maga egy szégyen, hogy ez a nő, ez egyáltalán esélyes. A, ami, ami tök érdekes, tök jó, hogy ezt mondtad, hogy buta, mert ezt akartam mondani, hogy olyan szempontból volt értelme ennek a vitának, hogy legalább az egész ország, Be... szerintem ennyit beszélni Kamala harris még a elmúlt négy évben így nem nagyon hallottam. És hogy meg így, amikor konkrét kérdést szegeznek neki, akkor hogy reagál rá. És ez most tök jó volt, hogy kiderült, hogy szókincsen nincs, tök buta, így hallatszik, hogy egyébként ilyen, ilyen műveletlen, tudod. E a terelt és menekült egy csomószor. igen, de egyébként nem jött ki belőle rosszul, de, de, hogy, de a Trump sem jött egyébként ki igen. a vitából rosszul egyáltalán pont ezért. És ami nagyon érdekes, és mennyire nem titk titkol. Tehát az, aki Kamala harris fog szavazni most novemberben, az amerikaiak közül, az százszerzalék, hogy nem Kamala harris szavaz, hanem nem a Trumpot akarja. Tehát ennyi. Tehát a aki Kamala harris szavaz, az szerintem egyértelmű, hogy protest szavazó, semmi más. Tehát olyan, hogy Kamala harris valaki őszintén szimpatizáljon, és ő lásson benne egy vezetőt, meg valakit, aki megoldja majd a problémákat, azt nem hiszem. Én ezzel Wall el tudnék képzelni uh, egy-két arcot, aki így gondolja. <laughs> Meg Taylor de, mert de ő, ő is jelentett ja, most már. Hát igen, a Taylor Swift ugye tudjuk. Na mindegy. De hogy hogyha felmész a, a két elnök jelöltnek a kampány oldalára, ugye a DonaldTrump.com-ra, meg a KamalaHarris.com-ra, mindenkinek van ilyen szép hivatalos megszerkesztett ilyen oldala, ahol lehet nekik adakozni, adományozni, meg támogatni. Nem ilyen ládikával járnak? Nem, ők nem járnak, meg nem is viszik utánuk ezeket a fákat. És a korány az azért van ott kint még mindig, hogy ezt megnézze, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy de nem Mindjárt beszélhetünk erről, hogy ez is érdekes, de hogy csak annyi, hogy hogyha valaki még nem tette meg, azt tegye meg, menjen föl erre a két hónapra. mondom, hogy adományozzon. És adományozzon. a Harrisnek. Hát a fölkerül hát, a mikroadományozók sorába. Hogy, hogy, ezek nagyon egyszerű honlapok, igazából négy-öt ilyen, ilyen, kattintható dolog van rajta. Donald Trumpnál az első ilyen kattintható pont a programja, hogy ő mit tenne Amerikáért, hogyan változtatná meg az emberek életét, mit akar az ukrán háborúval. Tehát ilyen víziókat viszonylag részletesen pontokba szedve ilyen víziók vannak neki felvázolva, hogy mi az, amit ő fog csinálni elnökként. Kamala Harrisnek nincs ilyen menü lehetősége, hogy, hogy neki mi az elképzelése. Három, nincs program, majd nincs, jó nincs, lesz. Nincs fönt a kampány oldalán semmi a programjával, vagy az elképzeléseivel kapcsolatban. Ezt egyébként ki is raktam így Twitterre a sajátomra, egy egymás mellé raktam a két fotót, hogy összefotoshoppoltam. És reagált Kamala. És még nem reagált Kamala Harris. Na mindegy, de hogy az nincs. A Kamala Harrisnél három nagyon fontos dolog van. Az ismeri meg engem. Tehát, ez a, a you know, me, vagy nem tudom, hogy, hogy hogy van ott megfogalmazva, tudod, ez az önbemutatkozása, ahol nyilván arra mennek rá, hogy ő fekete. És a, és a következő ilyen pont, amire rá lehet kattintani, ez meg a támogas. A Donald Trumpnál a támogas az a legutolsó, és a legelső a program. Tehát csak így érzékelhető, hogy kinek mi a fontos. És, a, és akkor tudod, hogy az ember elgondolkozik, hogy nyilván ez az egész elnök elnökválasztási kampány az usa arról szól, hogy a valóság, a konkrétumok, azok összecsapnak egy identitáspolitikával, mert amíg azt látod, hogy valakinek van programja, meg szeretné oldani, békét akar, stb., hogy a másiknak nincs, és ő azzal kampányol, hogy ismerj meg engem, mert én nő vagyok és fekete, és ezért szavazzál rám. Egy, és bocsánat, egy gyors kérdés, is, ha, akkor azt foglald is bele, kérlek, hogyha... ha, ha... tartottunk. <laughs> Csak az, hogy szerintetek jelente bármit pluszt Donald Trumpnak az, hogy ő egyszer már bizonyított, és össze lehet hasonlítani azt ő a négy évet, meg a mostani négy évet. É, és az egyetlen politika az az, hogy bűntudat politizálás, és, és te is bűnös Fekete vagy. Fekete vagyok és nő, azért és te mert meg egy a, a feketéket el. elnyomták a gyarmattartók, meg a rabszolgatartók, úgyhogy körülbelül ez a, ez a program. Mi volt a kérdés? Hogy hogy, hogy ő... mennyit számíthat az, hogy Donald Trump yeah. már bizonyított, és hát az a négy év mennyire más volt, mint ez a négy vannak év? Vannak egyébként ilyen videók is, tehát hogy, hogy utaltál rá, hogy megkérdeznek ilyen választókat arról, hogy hogy mit gondolnak, és egyébként vannak ilyen videók is az interneten, ahol ahol arról beszélnek, akár fiatalok is, hogy, hogy ők mondjuk a szüleik azok, demokrata párti szavazók voltak 2020-ban de hogy egyébként meg, ami ugyan visszaemlékszik a 16 és 20 között évekre, meg a 20 és 24 között évekre, úgy azt látta, hogy 16 és 20 között prosperált a családja, előre tudtak lépni, félretettek mit tudom, nagyobb házra, vagy, vagy jobb autóra, vagy valamire, és akkor ez az egész, ez 20-24 között így hús, így elment az egész. De azért a demokratára és, 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 hogy, és, hogy, ezért a Trumpra szavaz, mert hogy, hogy nagyon szép dolog ezek az identitáspolitizálás, meg, meg ezek, de hogy alapvetően azért mégiscsak az, hogy az emberek boldogulása, ez az elsődleges, és akkor majd utána ráérünk gondolkozni azon, ja. hogy a, nem tudom, a, mit tudom én, ilyen kitalált nem így csoportoknak legyenek különböző megjelenési jogaik, vagy vagy nem tudom, felsőbbrendűségi jogaik. Nem érdekel tehát, az amerikaiakat egyébként, úgy tűnik, hogy. Tehát mert a nem, van. nem érdekel senkit sem, mert azért az, az mindenképp igaz, hogy az ember elsősorban a hasával szavaz, és most már az Amerikában nem feltétlenül én van. Én szoktam mindig, nem tudom, hogy felmértem, <coughs> hogy Igen. <le, tos> Kö, köldök állított szeruzával. Én és van egy, egy, egyetemi tanár, és most nem akarok, nem, nem jut eszembe, hogy melyik egyetemen professzor ő, de neki van egy ilyen Nincs 15, sok, úgyhogy... de van egy, van egy 15 kulcsos módszere, amivel állítólag több tíz évre meg, le, meg tudta jósolni azt, hogy ki, ki, ki kerül be a, az elnöki székbe. Az és, a és hogy, és, van és van. Van. hogy... <laughs> Igen. Baba vanga. <laughs> szóval ne feled persze. Szóval, hogy, hogy, hogy neki nem hogy eddig mindig bejött, és most is azt jósolja, hogy ebből a 15 kulcsból 8-at a Kamala Harris felé mutat, és akkor ugye ezért a Kamala Harris fogja megnyerni. De ez és, valamennyire szubjektív. És ez valamennyire de szubjektív is, a ráadásul majd. egy 4-5 egy, egy kulcs legalább elég szubjektív a, a felsorás közül, és az egyik nagyobb tévés, a Tánc ellen volt vele egy interjú, és visszakeztek neki, hogy de ha októberben történik valami meglepetés, amit nyilván az eddigi előrejelzésében még nem tudott hozzá venni, akkor, akkor mi lesz? Cool, és azt sok. mondja, hogy hát az én jósatom nem téved? Nem lesz októberben meglepetés. Tehát, hogy így, így ilyen dolgok alapján politikailag nem. megelemzik. Ez olyan, mint a gyurcsók annak idején, nem <laughs> tudom. Nem tudom, ez az a tévére. Küldjek a szeretet energiát. Igen, igen, de a, a pénzenergiát, a pénzenergiát energiát, és sorosék. A és... és... A, küldöm a kamala energiát, nem? És akkor, á, nem, a, amúgy mit, mit akartam mondani? Alfred? Ja, hogy a 2016-ra azért, tehát itt a jósolgatásokkal kapcsolatban azért is nehéz ez meg, hogy ez most ez a vita, ez most mennyit, ugye emlékszünk azért 2016-ban, hogy mindenki a republikánusokhoz köthető jobbos, balos, minden közvéleménykutatás és minden mérés azt mondta, hogy Hillary Clinton torony magasan Szerint vezet. És mi is elkönyveltük. És mi is elkönyveltük, hogy Hillary Clinton torony magasan vezet, és Trumpnak esélye sincs, mert csak egy showman, és egyébként is biztos, hogy nem fog bekerülni meg a múlt seért hozzá. És 20 biztosak volt hogy a nyer. És 20 ba biztosak voltunk benne, hogy a Főleg Trump nyer. Főleg ti az Ambrózival. Micsoda, mi ki is hirdettük? Hát ez az, Haj, a hajnalban is, tánc is, is <laughs> hogy Donald Trump tulajdonképpen meg is nyerte. Majd majd, majd jött a holtak <laughs> serege és Aragorn. Igen de, igen, de igazából azzal nem kalkuláltunk, hogy a, a, akkor valóban azt mutatták a számok, csak az a helyzet, hogy például ugye Texas államban. Ahogy, a számok azok ilyen dolgok. Ugye, ugye, mert a számlálás az ugye így megy, ahogy a, a időzónák ugye minúba mennek, tehát hogy nyilván a korábban bezárt szavazóhelységeket számolják meg először, és akkor így Balfelé kell mindig nézni a térképen, hogy éppen hol fognak számolni mindig a szavazatot. Kell nézni. Igen, és ugye úgy volt, hogy például Texas államban ugye elindult szépen jobbról a szavazatszámlálás, és ott az a vidéke Texasnak, tudod, ami ilyen kicsit ilyen rednekebb, tudod, az nyilván republikánus volt. Tehát 95 akkor, igen, szállamnak. és akkor, jött, és akkor jött Austin, tudod. A és nagyvárosok. Elér, elértek Austinig, ami meg boom, így bekékítette az egészet. De ez egyébként Magyarországon is így szokott lenni a választásoknak. Ki az első eredmény, és utána mindig igen, Hogyha, a ha jobb, áll, és akkor úgy szűkülget az óló a jobb oldal és a bal oldal ja. között, mert a nagyvárosokban valamilyen érdekes oknál fogva. És, de mindegy, minden esetre az a videó az még mindig ott van. Ambrózival beszéltük, hogy hát lehet, hogy ciki le kéne szedni, de mondtam neki, hogy szerintem azért ne szedjük le, meg majd 2024-ben újra érvényes lesz az a tánc, és majd újra feltöltjük ugyanazt. És megint le kell törölni majd. Végleg. És nem Hús. olyan, ciki, mintha, nem Hús. olyan ciki, mint meleg raktak volna föl róla. Ja, hát nem, persze, de, de végül is de talán ez már egy másik téma, arra gondoltam, hogy. Beszéljenek erről a máshol. A mások. A mások. Úgyhogy én szerintem jobb is, ha most berekeztjük ezt a kedves kis beszélgetést. <tosz> Neked valami célod volt ezzel, nekünk viszont most el kell köszönnünk, úgyhogy jövő héten ismét találkozunk a karanténvloggal. Továbbra is nézzetek bennünket. Sziasztok!